Na sziasztok, itt ez a Charlika. Többen kérték, hogy mutassam már meg, hogyan van bekötve rajta a gáz, meg a karburátor, meg ilyesmi. Ugye ez egy MTD motor. Hát légszűrőházat ezt nem tudom levenni, mert ugye hát nem fogom szétszedni a gépet. Hát a gáz az itt ebbe ide van beakasztva. Egyszer a regulátor ott fölül, ugye a szabályzója, aztán utána van rajta még ott egy-két érdekesség, úgy az mozgatja a gázt, tehát az oda van bekötve. Ja, itt alul meg. Itt vannak-e? Na, hol vannak? Az állítók. Az állítócsavarok. Itt van valami, valami szivató lehet, szerintem. Aztán ezen kívül, ezen más nagyon nincs, legalábbis én nem látok. Nem tudom, hogy mit lehetett látni belőle, tehát az mozgatja a gázt. Az oda van bekötve, ide, regulátor meg oda szabályozója. Na. Előről az állítók meg. Ugyan már ott vannak. Remélem, hogy lehetett látni belőle valamit. Szóval akkor ez ennyi. Ez a Charlika. Akkor oda van bekötve a gáz, úgyhogy úgy mozgatja. Meg még ott elől. Ott húzza a rugót. Úgy. Ennyi. És akkor ugye ez a rugó, ez meg ide van a regulátorhoz beakasztva alulra. Ez meg a karbi aljához. Úgyhogy ennyi. Na, láttatok belőle, remélem valamit. Na, sziasztok! Segítettem egy kicsit, ha tudtam.